Kövesdi Dorina, a Team Pista Bike fiatal biciklistája, versenyzője. Alig néhány hónapja kezdtél el kerékpározni, és most vettél részt az első versenyeden. Hogy érezted magad, milyen volt a különbség az edzések és a versenyek között, milyen volt az első verseny? Hát jó volt az első verseny, és jól éreztem magam, és az volt a különbség, hogy edzésen egyenesben gyakoroltunk, illetve a lábat erősítettük, és nem dombon. Akkor az első dombos verseny elvette a kedvedet a továbbiaktól, vagy még van kedved indulni további futamokon is? Hát a falin, amikor így nagyon dombos volt, akkor picit elvette, de igazából nem, mert akkor tovább erősödünk, és akkor tovább előre. Hány edzés van egy héten, és hányan jártok a Team Pista Bike-ba versenyezni és edzeni? Heti kétszer van, és 5-6-an. Azt mondtad, hogy nem vette el a kedvedet a versenyzéstől ez a dombos terep. Milyen versenyeken indulsz még, vagy tervezed további versenyeket? Hát igen, tervezek a versenyeket, és szerintem azok közül is lesz dombos is, meg talán egyenes is. Mi az, ami megfogott a kerékpározásban? Hát én otthon is kerékpároztam, megszerettem is, meg voltam diákolimpia versenyesén, és hát szeretek kerékpározni.